A német nemzetiségi tűzoltó zenekar alapozta meg a hangulatot Mecsek Nádasdon. Mellettük az asztalon kupák, oklevelek. A település tornacsarnokában tartották a magyarországi németek országos borversenyének eredményhirdetését, amit vacsorával és bállal kötöttek össze április 9-én. Az egész országból érkeztek a minták, tehát Badacsonytól Villányig, Zalaegerszegtől egészen a Tokajig, tehát nagyon sok minta érkezett, szám szerint 656 minta. Ez természetesen fehér, vörös, rozé és a Schiller mintákat is beleértve. Kettő napon keresztül bíráltuk ezeket, 9 zsűri mind a két nap, egyenként 5 fővel, nagyon komoly munkát végeztek, és ráadásul ugye nem elég, hogy a zsűri vizsgálta ezeket a borokat, hanem még az arra ítélt borokat egy úgynevezett csúcszsűribe is tovább küldte, ahol külön még egyszer újra indultak azok a borok, amit az egyes zsűrik egyébként a legjobbnak találtak. Így kerül majd kiosztásra itt az eredményhirdetés végén az a 15 külön díj, ami a kategóriában a legmagasabb pontszámot érte el. Mecsek Nádasd speciális helyzetben van ezen a borversenyen, nem azért, mert mi rendezzük, és akkor nekik lejtős a pálya, hanem ez már hagyomány, hogy 3 olyan díj van, amit csak nádasdi termelő nyerhet, pontosan azért, hogy ápoljuk a hagyományokat. Az egyik a Mecsek Nádasdon eddig igen népszerű legjobb Riesling Szilváni díjat fogja kapni, a másik a legjobb fehér, illetve a legjobb vörösbort, és természetesen ugye ezeknek mind 2021-es, tehát új boroknak kell, hogy legyenek. Itt együtt versenyeztek a kis és a nagy termelők és a nagyon nagy termelők is. Amennyiben igényük van, mindenkinek tudunk biztosítani egy olyan szokásos körcímkét, ahol ha fölragasztja az üvegre, akkor nyugodtan tudja hirdetni, hogy ő a magyarországi németek országos borversenyén aranyérmet nyert. A legjobb borokat az országos önkormányzat is jutalmazta. Az országos német borversenyről beszélünk, a kitüntetett első helyezett a magyarországi németek országos önkormányzata, vagy a magyarországi németek vörös és fehér és rozé borát fogja kapni, úgyhogy ez a fődíj tulajdonképpen, részben ezért vagyok itt. Nem először, mert elődő elnökömet már egyszer képviseltem ezen a rendezvényen, de nagyon szívesen jöttem, azért ez egy, a bor és a borkultúra az a magyarországi németek életének szerves része, úgyhogy egy ilyen ünnepség is ehhez hozzátartozik. A köszöntők után az elismerő oklevelek átadására került sor, illetve a külön díjakat is kiosztották a legjobbak között. A versenyre küldött 656 minta, 43%-a fehér, illetve 43%-a vörösbor volt. Rozé 12%, míg Schillerből 2%-a érkezett a nedüknek. Egy bonyhádi borász érdemelte ki a zsűri döntése alapján a magyarországi németek fehér bora kitüntető címet. Mi egy családi pincészet vagyunk, édesapám kezdte a szőlőtelepítéseket és borkészítést, és én 2004-ben végeztem Pesten a Kertészeti Egyetemen, mint borász, és azóta akkor vettem át a pince irányítását. Az én kóstolásom alapján aranyra tettem, de nem számítottam a külön díjra, úgyhogy nagyon örülök neki. Az eredményhirdetést követően a családoké, baráti társaságoké volt a Mecsek Nádasdi sportcsarnok. A vacsora után hamar táncra perdültek a párok a színpad előtt.